Spázmánt következne, megjött polgármester asszony is, köszöntjük szeretettel. Dr. Virányi Né, Dr. Reichenbach Mónika, és a pendrive-ot megvan, oké. Okay. Csak most vagy le. Okay. Igen, három gyerekkel is van, majd elindultam. Nem, van egy 15 éves, egy 13 és egy 11 éves gyerekkel is. Korán kell kezdeni. Ezt az 500 éves logóra, tehát én az elején azzal akartam elsütni, hogy nekünk sajnos még nincsen, de majd idéntől már lesz szakemberünk, úgyhogy nálunk még ott tartunk, hogy advent előtt, mikor polgármester asszony kiment a parkot megnézni, hogy nem eléggé voltak serények a közmunkások, akkor a családnak a vasárnap ebédi program az volt, hogy az játszótér átadó előtt össze kellett söpörni a lombot advent első vasárnapján. Tehát tényleg teljesen más egy kis település, mint egy nagy város, de mi magasba törünk, és most már idéntől helyi erőt igénybe veszünk, és szakképzett az akadémiának a laborjában is dolgoznak, kutató-kertészházas pár, és őket rögtön bevontuk ebbe a hálóba, hiszen az értéktérképünk alapján kijött, hogy ők ide költöztek a településre, és ők fognak nekünk segíteni, hogy majd ilyen szép tervekkel rendelkezzünk, és komplett zöldfejlesztési stratégiával, és egyéb olyan dolgok, amik kellenek, igenis kellenek, mert kell, hogy legyen ennek egy vonulata, mert lehet lelkesen dolgozni, de a szakmaiságot az tényleg fontos szem előtt tartani, amellett, hogy az éghajlatunk azért változik, és ehhez is igazodnunk kell sajnos. Hát ez most nagyon mosolygós ez a logó, mert most nagyon sok fejlesztésünk van, és mindig elmondjuk, mi nagyon sok éve pályázunk a Világos Magyarországért, és az első volt talán, amikor nem jutottam el, és elnézést, mert most kaptunk megtisztelő kitüntetés egy díjakat. És azért is jó ez a településen, mert ez ösztönzi az embereket is, és ösztönzi az önkormányzatot is, hogy mindig tudjunk újat mutatni, és abban, amit elkezdtünk, abban pedig fejlődést tudjunk produkálni. Tavaly ünnepeltük az 500 évet, gondoltuk mi naivan, de idén a fejlesztések kapcsán műemlékvédelmi kutatásokat kellett végeznünk, és bár még az anyagot nem kaptam meg, de mondta a kutatónk, hogy hát több éves a település, úgyhogy a kedves kolléganőm, aki a diákat készítette, Petra, nagyon boldog volt, mondtam, nem baj, tavaly év volt az 500 évnek a próbája, lehet jövőre 600-at kell ünnepelnünk, úgyhogy ennyit erről a logónkról, hát mi lehet, hogy nagyon sokat öregszünk gyorsan. Lelkes fiatalok vannak, és ők a drónjaikkal gyönyörű képeket tudnak készíteni, úgyhogy ezt javaslom mindenkinek, hogy cserkészenek be egy ilyen fiatalt, mert csodálatos képet tudnak a településről. Távolban látszik a zsidókőhegyünknek a lankáim, mi vagyunk a legökumenikusabb falu nálunk. Csaba testvér, amikor szentelte a három keresztet a zsidókőhegyen, ő mondta, hogy a világ legökumenikusabb helye, de tényleg mi ezt szerint is fejlődünk, azt majd elmondjuk, hogy hogyan. Hát ez megdig egy másik része a településnek, szintén így madártávlatból. Azt el kell mondanom, hogy Bázmánd amúgy is egy olyan kis település, ami bent van így a természetben, a természet ölelésében, és a gyermekek királysága mellett, ami a településnek egy mottója, a fontos még, hogy ott otthon legyen a természetben, és erre nagyon-nagyon is vigyázunk, hogy megőrizzük ezt a környezeti értékünket. Tehát nagyon sok fejlesztésünk mellett a gyerekeké a legfontosabb, és bár még nincsenek sok játszóterünk, pontosan kettő van, de mi onnan indultunk, hogy 2012-ben az egész játszóteret le kell zárni, mert kiderült, hogy minden játék életveszélyes az óvodában. Hát az első fél év az kemény munka volt, de kb. 3 millió forinttal és nagyon sok jótékonysági estek és egyebek szervezésével most már csodás kis udvarunk van. Amiben ugye a színpadtól kezdve minden helyet kap és rengeteg programot szervezünk, már minden intézményünk a tűzoltóságtár kivételével napelemes napelemekkel működik az áramszolgáltatásban, és ez most már azért egész keményen meglátszik pozitívan a költségvetésünkben, és itt ez pedig az ország első. Talán azóta sem csináltak ilyet, ez egy ilyen ősi projektje volt, amiben a településen ugye, hát sajnos régen nálunk is szokás volt, hogy jobban ég a kukoricaszárha, egy-két gumit dobunk rá,
ez biztos sokan találkoztak ezzel, más vidéki településeken is. Egy egyszerű felhívásra 3000 gumit szedtünk össze csak a településen, és ez egy 2000 fős település volt, most már 2200-an vagyunk. Nagyon dinamikusan nő a település, és ezt mind 8 év alatt produkáltuk, ezt a 10%-nyi emelkedést. Tehát ide hordtuk be a gumikat, így már szakértőkkel alátámasztottuk, nem káros, mert akkor káros, amikor az súrlódik az aszfalton, és akkor bocsátja ki a káros anyagokat, és ebből egy ilyen kis szabadtéri arénát valósítottuk meg. Ilyenkor tavasszal kell ritkítani a növényzetet, főleg fűszer és gyógynövények vannak ebben a kis színpadszerű részben. És a projektjeink, mi nagyon-nagyon álmodni szoktunk, de azt még meg is valósítjuk, és amikor a boráriumos elvitte egy pici lyukba a tulajdonos, hogy ez a régi jezsuita dézsma, pincempázmány jezsuita település volt, a jezsuitáknak volt az országban a legnagyobb birtoka itt Pázmándon, és ide jártak fel a környékbeli Velence, Agárd, Gárdony, Dinnyés térségekből is az urak, a nemesek misékre, és azt írták, hogy világcsodálta jezsuit atyák voltak. Most mi ezt kutatjuk, hogy miért voltak annyira világcsodáltak, és egyre közel vagyunk talán a megoldáshoz. De ez egy kis dézsma pince volt, egy lyuk, és abból meg lehet nézni bálintborárium.hu. Egy csodálatos, a föld alatt is járatrendszerek vannak, és egy gyönyörű bioboráriumot hozott létre, ami a hölgyeknek is nagyon jó, mert hangfényterápiás sószoba van, és homokozó a gyerekeknek, míg az urak iszogatnak, és ne akarjon hazamenni a feleség meg a gyerek. És játszott érre, az is hagyományos. És hát hogyan adjuk el, mert ugye ez a fontos, hogy sok helyen vannak boráriumok, borpincék, egyebek, na most ez szerelemből, és ilyen a világon nincs, vagyis egy helyen Törökországban belütik angolul, hogy lábbeli. Hát ilyen érdekes formájú kövek vannak, és azt hívják így Törökországban, és akkor mondtuk, hogy akkor nekünk lesz szerelemvölgyünk. Most már komplett esküvői projektet és brendet építettünk hozzá, az eddig 4 esküvőnkből már 40 esküvő van évente, és most már minden párkapcsolati terapeutákat képeztünk ki, és ez nem virágos, de hogy hogyan csináltunk ebből kicsi dologból nagyot. Most már más településekre is hívnak minket, és a kormányhivatal elfogadta, hogy a mi anyakönyvvezetőink szertartás vezetők is, mert a pont abból, hogy képzett párkapcsolati terapeuták hatan vannak, ezért nagyon sok pár kifejezetten azért kéri, hogy egy egyedi esküvőt szolgáltassunk, és most már így mehetünk szabályosan más településekre is. Úgyhogy természetesen hivatalos szertartás követően szertartás vezetőként, de anyakönyvvezetőink. És itt már úgy gyönyörű esküvőket tartanak, amire mindent felépítettünk. A szolgáltatásaink a virágostól kezdve a fodrász, minden. A szállások így jönnek fel a semmiből, még egy szállásunk volt, most már egy-két év alatt 15, most már talán 20-nál járunk a szállásokba, és hozzuk fel ezeket a szolgáltatásokat is hozzá, hogy tényleg ennek az esküvői, úgymond turizmusnak legyünk egy célpontja, és tervezünk egy pajtát is, hogy majd a nagyobb, ami nem fér be a boráriumban, nagyobb tartásokat, pajtaesküvőket is meg tudjuk valósítani, illetve a helyi hagyományos születés egyéb rendezvényeknek legyen egy helyszíne. És ezek a képek, itt a templom van a háttérben, mivel jezsuita település vagyunk, itt tavaly előtt találkoztunk a topos pályázatokban a turisztikára, és 100 millió forintból fogjuk idén felújítani az iskolánkat, ami egy jezsuita rendház volt, és 57 millióból pedig megvalósítjuk. Most már egyre inkább úgy tűnik, hogy a világ egyetlen olyan lelki útját, ilyen tematikus lelki utakat, amikben kifejezetten pszichológusok és Csíkszentmihályi Mihály, illetve Scott Wally és Sue Johnson az, akik segítik személyesen is ennek a pszichológiai alapokon nyugvó tartalmát. A lényeg ennek az, hogy ehhez ökológiai meditatív központ, ilyen lelki gyakorlatos ház is társul, illetve a művelési házunk is egy ilyen zarándok központ, meditatív központtá alakul át, és azoknak a megtartása az ottani speciális rendezvények megtartására alkalmas lesz. És hogy lesz a természetben, főleg a Zsidókőhegy és környékén, a természeti környezetben képzeljük ezeket a lelki utakat,
hogy egy modern applikációval is, és egy írásos ilyen kis guide-dal, ilyen útmutatóval elindulhatnak a párok, családok, egyedülállók, idősek, ugye főleg a párkapcsolatban a felén túli válság, a gyermekek kimennek, akkor az egy terheltebb időszak. És ezekre fókuszáltan, illetve csoportoknak is, ezekre fókuszáltan lesznek olyan tartalmak, hogy végigjárva ezeket az utakat lelkileg frissüljenek fel, és ne csak a természetben sétáljanak, hanem aktívan egy-egy pihenő helyen is tudjanak a saját családjukra, a belső békére és a nyugalomra fókuszálni. Ezt nekünk, európai embereknek tanulni kell. Mi Bhutánból sokat tanulunk, és csak tényleg két szót, hogy mi 12. december óta kutatjuk tudatosan, és próbáljuk implementálni a mi kis közösségünkbe a utáni boldogságindexnek az eredményét, és ők ugye a legboldogabbak a világon. Most már ezt össze is tudjuk vetni, és tavaly évben volt a bhutáni nagykövet asszony a Budapesten, ő Brüsszelbe delegált bhutáni nagykövet asszony, és most már ugye így közösen jobban össze tudunk dolgozni, hogy a mi azért kicsit, mi kicsit kockafélek, én különösen az vagyok, mi európai emberek, és sokkal inkább a hitünk is, a keresztény hitünk, az nem annyira spirituális, mint amennyire eredetileg azért volt. És jobban kell a lelki dolgokra fókuszálnunk a mai rohanó világban, és ezt azért úgy elfelejtik az emberek. Mi szeretnénk ennek egy lehetőséget nyújtani, és így kialakítani ezeket a tanösvényeket, utakat, hogy azokat végigjárva mindenki találjon megújulást, és a három vagy több napos lelki gyakorlatokon, és erre is képezzük már a szakembereket, és most is mennek hárman a ilyen érzelmalakú párterápiás továbbképzésekre, illetve mentálhigiénés szakember képzésekre, és a mindfulness speciális képzésekre, amiket akkreditált intézetek tartanak, tehát nálunk nagyon fontos, hogy minden szakemberek végezzenek, hogy ezt mind meg tudjuk valósítani. Tehát mi fejlesztünk, és most itt állunk, a templomunk is most pont múlt hét, nem most, igen, vasárnap kaptunk még 15 milliót, arra, hogy a tornyot is befejezzünk, és a többi fejlesztésünket is. Itt mi, nálunk nagyon sok a levendula, és nem csak ültetjük a levendulát, hanem hasznosítjuk, használjuk mindenféle módon, és ezeket reprezentációs ajándéktárgyakba közfoglalkoztatottjaink varják. Nincsenek sokan férfi, már mind kidőlt, nincsen férfi közmunkásunk, úgyhogy nálunk a hölgyeknek, még nekem is, és a kedves kis vékony kis kolléganőmnek is van már kisgépkezelői tanfolyamunk, hogy szükség esetén papírral is el tudjuk tolni azt a fönyírót, nem mint anélkül nem menne. De megoldjuk ezeket a gondokat. Úgyhogy nálunk sok a levendula. Mind illatpárnákat készítünk belőle, mind pedig a falukertbe vetett tönköly búzánkból, még a tejvájából is párnát kaptak mind a 90 óvodásunk, a kis párnákat, mind pedig az összes pedagógus, hogy ki tudják pihenni a gyermekeinknek az aktivitását. Mindenhol szerintem ültetik a fákat. Nálunk mi kezdtük ezt a gemenciekkel, akkor mi úgy jelentünk meg, hogy közük nem volt hozzánk területileg, de azt mondták, hogy annyira lelkesek vagyunk. Azt is mindig elültetjük, amit tőlük kapunk, ahány gyermekünk van, illetve idén már gyümölcsfákat kapnak a gyermekek. Sajnos nem lehet, tudjuk, gyümölcsfát ültetni közterületre, önkormányzatnak, mi csak ajándékozzuk nekik, és teremtünk lehetőséget arra, hogy a közterületeinket díszítsék, és látszik, hogy ezek már egész szép kis fák, most ők szilvát választottak, és így megkapják a kis táblájukat. Nagyon szépen gondozzák, és tényleg példaértékű az, ahogy a szülők hozzáállnak ehhez. Ezek már a legújabb fasoraink. Mindig ültetünk. Utcabizalmi hálózatunk van, és az utcabizalmi hálózatunk emberei folyamatosan küldik a kéréseiket. Majd látható, hogy mi nem vágunk ki fát, vagy csak legszükségesebb esetben, és ahol olyan helyen vannak a fák, azt átalakítjuk, gyönyörű szobrokká varázsoljuk, utcaszobrokat farag az egyik pázmándi fiatember, aki én úgy tudom most már, hogy ténylegesen is ő lesz az ilyen láncfűréses fafaragó világversenyen az egyetlen magyarországi résztvevő, aztán jövőre lesz ez a nagy megmérettetés. És
Ezekből alakítjuk ki a temetőnél hatalmas 3 méteres angyalt faragot, az utcabeliek adták össze az anyagköltségeket, ami szükséges volt a lánc, meg egyéb ilyen, amivel pácoljuk ezeket minden tavasszal, és hogy gyönyörű faragványokat. Igen, a velencei polgármester úr is elcsente, és amiket nem tudom, mutatta esetleg a Velencétó partján ott a plázson, vagy a korzón, ott is faragott azokból a fákból, amiket még meg tudtak menteni, gyönyörű alkotásokat. Tehát a faültetés az nálunk alap. Most ugye 500 éves volt a település, gondoltuk, és idén meg 300 éves a templom, de ezt már nem mondom biztosra, és ezért összeadtuk a kettőt, és tavaly 800 fát ajándékoztunk a falubelieknek. Mindenki elvitte, és nagyon-nagyon örültek, és elmondanám, hogy óriási pozitív visszajelzés volt nekünk, hogy a 85 éves Ágnes néni is, Bőm Ágnes néni azt mondta, hogy mondtuk, hogy hát még tudunk adni, Ágnes néni, mert többet kaptunk, és ezeket is ilyen a Tudományos Akadémiának az oltó laboratórium, nem tudom honnan szedtük ezeket a nagyon jó ősnemes, nemesített, nem tudom milyen extra fákat, ezt a szakemberek itt biztos jobban tudják. És kérdeztük, hogy még maradt, milyen tetszik kérni, és azt mondta, hogy mindből kérek, mert még ennek mindnek meg akarom érni azt, hogy teremjen. Úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy a leglelkesebbek az időseink voltak. Ez videó, de nem tudom, hogy ezt itt el fogja-e indítani. Mi mindenbe bevonjuk a gyerekeket. Itt a nyugdíjas klubunknak a segítségével ültettek a gyerekek egy kis kertet maguknak, és ezt a kis ovisok gondozzák, egy picike kis kert, amiben vettük olyan növényeket is, áfonyát, jóstát, amik esetleg nincsenek otthon a kertekben már, és minden évben 1000 palántát osztunk ki otthonra a szülőknek, hogy a gyerekek azt nevelgessék, és egyre több család újra visszacsempésztük ezzel, mert hát már ne csak a gyereknek a 4-5 kis palántája legyen ott a kertben, és visszacsempésztük azt, hogy ültessenek a családok, és gondoskodjanak a kertekről. És hát nálunk bevezettük újra, ami régen volt, a tiszta udvarrendes ház. Nagyon örülnek neki a lakosok, ugyanúgy képet adunk a házról, lefotózzuk, ugyanúgy ünnepség van és kis táblát kapnak, és nagy megtiszteltetés. És nem probléma, hogy most már majdnem mindenkinek lesz lassan ilyen táblája, mert évente ezt felül is vizsgáljuk, és most már versenyeznek, hogy kinek szebb és virágosabb a portája, de úgy gondolom, hogy ez nálunk Pázmándon ez így kezd úgy alapnak is feltűnni, tehát most már csak az a ritka, hogyha van gondozatlan ingatlan a településen. És igen, nálunk hündérek is élnek, és manók, remélem csak jó manók, nem rosszak, és ezeket a kis manóházakat, amiket egy-egy osztály alakított ki, illetve a lakosok a gyerekekkel, ezeket örökbe fogadják a gyerekek, és ők gondozzák, ők hozzák a virágokat, vagy éppen a szomszéd virágos, aki mellett van, és minden egyes évszakban kitakarítják, és akkor utána ugyanúgy beültetik éppen aktásan egy nyári, vagy egyéb évelő növényekkel, amik hasznosulnak ott, és tehát kis manókat vesznek, ezeket is cserélik, mindig gazdagodnak, és láttam, hogy a hivatal előtt is van 2 manóház, és ott is a lakók azok úgy cserélődnek. Lehet, hogy valaki néha elvisz egyet, de utána mindig lesz másik 2. Úgyhogy sok ilyen kis manóházunk van, ez pont a hivatal előtti kis manóházunk. Nálunk nagyon sok a fejlesztés. Mi mindig mondtunk, hogy most nekünk a 18-19-es év az óriási előrelépés lesz. A Budapest-Balaton kerékpárút nyomvonal átszeli a település. Most készül egy 320 milliós kerékpárút Pázmánd és Kápolnást, és a Velencei tóval köti össze ezt a Budapest-Balaton, és tervezett, mondták, hogy
hogyha van kapacitásunk, természetesen ilyenre van, így megy fel majd a vértesben menő kerékpár út is, valószínűsítem már az is jövőre. Egy hatalmas sportcsarnokot építettünk, és itt is, mikor kérdezték tőlünk, hogy hát 2000 fős település vagyunk, hogy A-típusút írtak ki, de hát mi C-t szerettünk volna, és azon kívül, hogy 23 szakági egyesülettel kötöttünk együttműködési megállapodást, és élő ez az együttműködési megállapodás, tehát tényleg dolgozunk össze, és NB1 B-s kézilabda csapatunk van, és az országban hát nem is tudom hány éve, talán 7 éve mindig a pázmendi lányok a tűzoltó olimpiáknak, versenyeknek a nyertesei, és ők képviselik Magyarországot. Lengyelországban voltak, Szlovéniában és Franciaországban a világversenyeken. És ezek a gyerekeknek eddig nem volt tornatermők, és akkor mondtuk, hogy mi merünk nagyot álmodni, ezért szeretnénk C-típusút, és azt meg is szeretnénk valósítani és segíteni ebben. Na most minden nap 7:30-tól este 10-ig folyamatosan tele van a sportcsarnokunk, tele totálisan, nagyon megéri, tehát nem akarok kulisszatitkokat elárulni, és mi vagyunk az önkormányzat, a fenntartók, azért, mert a mi egyesületeink nem tudtak volna bejutni azon az áron, ami tudjuk, hogy a tankerületnek többe kerül fenntartani egy ilyen intézményt vidéken, mint nekünk, és nekünk tényleg nagyon bő. Tehát ebben biztos, hogy nem fog fűnőni, amíg én élek, az biztos, még ha nem is leszek én végipolgármester, mert ez nem, én máshogy fogom fel ezeket, ez férjem mindig mondja, hogy ez az én hobbim, hogy a gyerekek mellett, és szívvel, lelkesedéssel csinál az ember, akkor is még ha néha vannak olyan dolgok, amit nagyon tudjuk polgármesternél, az azért elég egy életveszélyes szakma. Szóval a virágosítások mellett próbálunk mi így funkciókat is nézni. A játszótereinket előé szeretettel és élvezettel használták a nem korcsoport specifikus fiatalok, nem tudom máshol, hogy vannak ezzel. Mi csináltunk nekik ilyen duma sarkot, amit imádnak. Amúgy ez az 56-os emlék pályázatból készült, az a beszélgető sarok. És teljesen interaktívvá tettük az ünnepségeinket is. Mi inkább vagyunk híve annak, hogy hívtunk a campből paintballosokat, és egy szakember, egy ezredes úr tartott nekik előadást az 56-nak a témaköréről, és felosztotta őket felkelőkre és az oroszokra, és akkor nekiugrasztott őket ennek a parknak. Rengeteg gyerek volt, nem tudom, hogyha önkéntesen kell keresni gyermekeket, egy 56-os megemlékezésre lesznek-e 60-an, nálunk annyian voltak a gyerekek. Tényleg figyeljünk arra, hogy a gyerekeknek ne csak az információkat adjuk el, de azt olyan formába és olyan közegbe tegyük, hogy azt tényleg átélhessék, megélhessék, bunkert építettünk akkor meg mindenfélét, hogy úgy átérezzék, és egy 56-osunk is ott volt, aki meg elmesélte nekik a saját szemszögéből. Tehát milyen kis parkot készítünk mindenhova oda, ahol a fiatalokat látjuk úgy tömörülni, és esetleg nem megfelelően használják a játszótereket. A tájházunk mögé tervezzük, és itt is ezeket mind most vásároltuk egy-két éve, még mellett megvettük a másik házat is, mert tájház volt, csak éppen nem magántulajdonban volt hátul egy rész, tehát ezeket mind letisztáztuk, megvettük az önkormányzati mellett is, megvettünk egy házat, így elfér mögötte ott a pajta, és a közösségi teret tudunk létrehozni, mert most mi fejlesztjük ezeket a beruházásokat, intézményeket, megvalósítjuk a beruházásokat, fejlesztjük az intézményeket, és utána tudjuk azt megvalósítani ezekkel a szakemberekkel, akik most már idéntől elkezdik a munkát, hogy egy rövid táv, egy rövid, inkább középtávon, egy 2-3 év múlva szerintem tényleg össze fog ez állni egy gyönyörű képé, hogyha bejön az ember, akkor ezek azok a szobrok, ilyeneket faragunk a nem kidobott fákból. Ezek azok az utcaszobrok, mint ez is, akkor azt érezze, hogy úgy otthon van, illetve ami nekem nagyon fontos, és én ezt láttam sok településen, ahova én is eljárogattam, vagy megnéztem, és én mindig jegyzetelek, amiképpen nem én beszélek, hogy
hogy egy vonulat, hogy belép az ember a településre, akkor úgy folyamatosan nyíljon meg számára az a település, és úgy menjen ki, hogy visszanéz, hogy úristen, hogy milyen csoda helyen jártam. Mert ha így végig megy a fő utcán, a főtereken, akkor utána vissza fog jönni, és utána meg lakosunk is lesz nagyon sok, és most már a párok is, akik ide jönnek házasodni, nem csak azért, mert önemlék köti őket Pázmánthoz, hanem mert sokszor jönnek, mert ugye hát nem csak egy esküvőre jönnek, mert ugye előtte azért nálunk kétszer, legalább hogy háromszor kell jönni egy esküvő előtt, hogy tényleg rá legyenek készülve, és ne csak mi azt mondjuk, hogy hosszú távra kötünk esküvőket, tehát lehet ezt a módzatot választani, és hogy nagyon sokan letelepednek. A gyermekek királysága az, ahhoz nagyon hozzátartozik az, hogy úgy nézzenek ki a köztereink, amit látszik, hogy itt még csak kezdjük. Tehát ez is most készül, itt is mi évelőkkel dolgozunk. Talán ez kicsit anyagi szempontokból is van, és most pedig arra fókuszáltan, hogy rengeteg embert kell kiszolgálnunk majd a Budapest-Balaton tengelyébe, és pont 50 kilométerre leszünk, ami egy nagyon jó egy napos túrára, és utána, ha megfogjuk az embert, akkor menjen le már a másik kerékpárutunkon a Velencei tóra, és akkor még egy éjszakát ide csábítjuk, és természetesen ehhez az kell, hogy az ember ott legyen, és gyönyörű virágos tereket lásson. Úgyhogy nagyon köszönjük, mert nagyon sokat tanultunk az elmúlt években, és bár mindig azért el kell árulnunk egy kulisszatitkot, gőzerővel, úristen, mikor jön a bizottság, és rákészülni a fogadásra, nem egyszerű, de megéri. Úgyhogy én kívánom mindenkinek, hogy jó versenyzés, még ez nem verseny, mi soha nem így fogtuk fel, hanem egy olyan lehetőség, ahol tanulhatunk. Én ennyit szerettem volna. Köszönöm. Köszönöm szépen.